és akkor beszéljünk arról, hogy mit mutatott be ma az Apple. Hát alapvetően jöttek az új órák, jöttek új fülhallgatók, és természetesen megjöttek az új iPhone-ok. Méghozzá egy új event keretében, ami talán a legkiforrottabb volt eddig. San Franciscói helyszínekkel jó volt a dinamika, csak most már olyan tolakodóan hosszú minden ilyen rendezvény. Szóval ez több mint másfél órán keresztül tartott, és alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy a saját termékeiket promózzák másfél órán keresztül, de azt legalább megtöltötték tartalommal. Többé-kevésbé. Az első újdonság az Apple Watch volt, méghozzá a 10. generáció. Ennek vékonyabb lett a háza, és nagyobb lett a kijelzője. Még annál is nagyobb, mint amekkora kijelzője eddig az Ultra 2-nek volt, meg amekkora ezután is lesz neki. Még tovább kerekítették a formát a végén, még teljesen kerek lesz, mint egy rendes óra, és megoldották, hogy a kijelző az oldalról 40%-kal láthatóbb legyen, ami viszont egy hasznos funkció. És létrehoztak egy ilyen polírozott alumínium fekete burkolatot, ami 10%-kal könnyebb, mint a korábbi, és tökéletesen csillogós, ameddig szét nem karcoljuk, és lett egy titán burkolatú verzió is, ami még sokkal könnyebb lett a korábbiaknál. A készülék új funkciója az, hogy le tud játszani zenéket és podcasteket fülhallgató nélkül, amit nem tudom, hogy miért, de tudja. És megjött az új S10-es processzor, ami pedig abban segít nekünk, hogy az okos képességek azok még gyorsabban jöjjenek elő, például gyorsabban ismerje fel, ha mondjuk elestünk, vagy gyorsabban ismerje fel azt, hogy mi most éppen egy edzésen veszünk részt, vagy jobban működjön a fordító program. Az mondjuk egy hasznos dolog, hogy nem kell se telefont, se semmit elővenni, csak így beszélgetek valakivel, és fordít nekem. Ezek mind olyan fejlesztések, amik hasznosak, de azért nem drámaian változtatják meg az életünket, ami viszont talán érdekes volt ebben a mai eventben az, hogy kiderül, hogy az új Apple Watch, igen, csak az új, meg az Ultra 2 is talán. Na mindegy, szóval, hogy fel fogja ismerni az alvási apnoét. Ami egy ilyen alvási rendellenesség, amikor alvás közben az indokoltnál gyakrabban történik alvási szünet, amiből mindenféle betegségek következhetnek, magas vérnyomás, meg szív- és érrendszeri problémák, és az óra ezt alvás közben képes lesz érzékelni, és aztán kiad nekünk egy hónap után egy teljes, hát nem is diagnózis, de minden esetre egy ilyen monitorozott PDF-et, amit aztán oda tudunk adni az orvosunknak, aki megnézi, és azt mondja, hogy ha magának alvási apnoé, van, marhára el kell kezdenünk ezt kezelni, mielőtt komolyabb baj lesz. Igen, ezt az Ultra is tudni fogja, meg a Series 9 is tudni fogja, és tulajdonképpen erről kéne szólni az Apple Watch-nak. Nem arról, hogy egy kicsit nagyobb a kijelző, meg hogy milyen házba rakják, hogy mennyivel könnyebb, mert hogy igazából nem érezzük ezeket az eszközöket nehéznek, inkább az a probléma velük, hogy a valódi funkciójukat nem tudják betölteni még hozzá az, hogy az egészségünkre odafigyeljenek, és jó tanácsokkal lássanak el minket, és ez pont egy olyan funkció, ami miatt érdemes már váltani, és ami értelmet ad a 10-es sorozatnak a 9-eshez képest. Ez se igaz, mert ezt a 9-es is tudni fogja, de ami értelmet ad az Apple Watch-nak. A cucc szeptember 20-án érkezik a boltokba. A Watch 2 útra ehhez képest csak egy új házat kap, valamivel könnyebb lesz, de tulajdonképpen majdnem teljes egészében ugyanaz marad, mint ami a tavalyi bemutatásakor volt, csak az is megkapja az új szoftveres funkciókat. Aztán jött az új AirPods, amit Tim Cook vezetett fel, aki az Apple-nek ugye az új vezetője, de hogy 13 éve vezeti az Apple-t, és most megnéztem, Steve Jobs előtte 14 évig vezette egy folytában, szóval még egy év, és egálban lesznek, és még egy év, és akkor Tim Cook már hosszabb ideig vezette egyhuzamba az Apple-t, mint Steve Jobs, aki ugye nyilvánvalóan alapító is volt, és volt egy szünet az Apple vezetésében, de azért ez durva. És az AirPods 4 kialakítása, az rengeteg fület megnéztek belülről, hogy a lehető legjobban passzoljon, és büszkén mutatták be, de tényleg volt egy kihagyás, amikor ezt elmondták, hogy ez megtörténik, hogy van rajta egy gomb, és azzal le tudod állítani az elét, meg újra tudod indítani. Ennél viszont sokkal fontosabb és hasznosabb új funkció az, hogy amikor tele van a két kezünk, és mondjuk bejön egy hívás, akkor a Siri megkérdezi, hogy fel akarjuk-e venni, és hogyha bólintunk, akkor felveszi, ha meg így bólintunk, akkor meg nem veszi fel, ez tényleg hasznos. Az is, hogy 30 órán keresztül bírja egy feltöltéssel a rendszer, és az is, hogy USB-C-vel tölthető, és hogy megjelent az aktív zajszűrés a Pro modelleken kívül, mert eddig ugye csak a Pro modell tudta ezt, de most már a hagyományos AirPods is tudja. Abból a drágábbik verzió, mert most kettő kapható, egy olcsóbb, meg egy drágábbik, a drágábbik tudja azt, amit eddig csak a Pro. És akkor miért érdemes ezek után megvenni a Pro-t? Hát azért, mert részt vesz abban, hogy szóval az is ilyen egészség megelőzős, meg megőrzős, meg javítós funkciókat kapott. Először is segít megelőzni azt, hogy valami bajunk legyen az ajártalomtól, mert hogyha mindig be van dugva a fülünkbe, mondjuk az elég fura lenne, akkor hogyha valami nagyon hangos mellettünk, akkor azt lehakítja, hogy meg ne süketüljünk. Másodpercenként 47 000 szervez zajmintát, és hogyha valamit túl erősnek érzékel, akkor azt letolja. Aztán lett benne egy ilyen hallásteszt is, ami klinikailag is igazoltan
használható, és viszonylag gyorsan 5 perc alatt el tudjuk végezni, és kiadja, hogy van-e halláskárosodásunk, vagy sincs. És a durva az, hogyha van halláskárosodásunk, de nem kicsi, hanem nagy, akkor meg hallókészülékként is funkcionál, ami folyamatosan mintavételezi a környezetünket, és felerősíti azokat a zajokat, amikre szerinte szükségünk van, például egy élő beszédet a környezetünkben. Szóval, hogy innentől kezdve konkrétan az AirPods Pro az egy hallókészülék lett. És ez hasznos. És tulajdonképpen 2 éve piacon van már az AirPods Pro-nak a második generációja, és most ingyen megkapta ezt a funkciót, ami igazából tök jó fejség. És akkor beszéljünk a nap főszereplőjéről, az iPhone-ról, a 16-ról, meg a 16 Pro-ról. Már a 16-ost is az Apple intelligenciához programozták és fejlesztették, az Apple intelligencia az ugye a mesterséges intelligenciája az Apple-nek. Ennek megfelelően új processzort kapott, és az A16-osra egyből az A18-asra ugrottak, spoiler, a 16 Pro meg a 18 Pro procit kapta meg, ami még durvább, mint az a 18-es, ami a 16-osba került, ami szerintem egyébként az a 10-es, mint ami a 15-ösben volt, mármint hogy a Pro Max-ben. Igen, ez valószínűleg a 15-ös Pro Max-nek az A-címkézett és egy kicsit fejlesztett processzora, azt dobták most piacra a 18-as néven az iPhone 16-osban. És itt az évenben jött egy részlet, amiben azt elemezgették, hogy a mesterséges intelligencia az hogyan fogja majd segíteni a dolgunkat, például az iPhone 16-os segítségével. Például megírunk egy szöveget a barátainknak, aztán azt valami hivatalos levelezésbe is át akarjuk küldeni, akkor fogja a szöveget és átírja hivatalosra, vagy ha megkérjük tőle, akkor átírja emojira, vagy hogyha beírunk neki valamit, akkor kitalál hozzá egy új emoji. Teljes az elhűlés. Tényleg már csak fogalmazni ne kelljen, már csak írni ne kelljen, még csak emojikat írnunk se kelljen, hanem csinálja meg helyettünk a gép. Az viszont izgalmas lesz, hogyha kapunk egy értesítést, mondjuk jön egy e-mail vagy egy SMS, akkor nem az van, hogy csak az első 1-2 sort adja ki a rendszer, hanem azt így kielemzi és átfogalmazza, hogy a lényeget lássuk 2 sorban kiírva. Elkezd kontextusban gondolkozni, tehát ha azt mondjuk neki, hogy küld át Erikának a múlt heti barbecue-n készült képeket, akkor a kép alapján tudni fogja, hogy ki az az Erika, összeválogatja a képeket és átküldi neki, és reméljük semmi olyat nem fotóztunk azon a rendezvényen, amit baj, ha lát Erika. És mindenféle ilyen okosságot fog tudni az új operációs rendszer, a baj az, hogy szeptemberre még csak amerikai angolra, és valamikor decemberre jön még csak a többi angolra, és jövőre meg még csak ilyen franciára, meg kínaira, meg németre, úgyhogy magyar ez valószínűleg nem tudom, amikor fog megérkezni, de lehet, hogy soha. Aztán azt is megmutatták, a mesterséges intelligencia mire lesz képes a kameránkkal karöltve, hogy mondjuk megyünk az utcán és azt látjuk, hogy itt egy jó étterem, lefotózzuk és megnyomjuk még egyszer a gombot, majd mindjárt mondom, hogy milyen gombot, mert van egy új gomb, akkor kiadja, hogy az étterem az mikortól meddig van nyitva és milyenek az értékelései, vagy látunk egy bringát, lefotózzuk azt és már adja is ki, hogy hol lehet és mennyiért megvásárolni. És akkor beszéljünk az új gombról, ami megjelent a telefonhoz és ami a fotózáshoz lett kitalálva. És az úgy működik, hogy előkapjuk a telefon, megnyomjuk egyszer a gombot, már be is jön a fotóapp és megnyomjuk még egyszer és már fotózunk is vele. És nem is akármilyen fotókat készíthetünk, mert megjelentek új kamerák is. Szóval a sima 16-os megkapta a 15-ös Pro és Pro Max 48 megapixeles főkameráját. Ennek a közepébe bele tud nagyítani, és tulajdonképpen úgy tud kétszeres digitális zoommal fényképet készíteni, hogy az egy teljes minőségű 12 megapixeles fotó lesz, szóval, hogy van egy nagyon-nagyon is használható 12 megapixeles kétszeres optikai zoomunk, és lesz egy 12 megapixeles nagy látószögünk is. És ahogy mondtam, hogy a processzor szerintem a tavalyi 15 Pro és Pro Max-é, úgy ez az optika sor, ez meg tulajdonképpen a tavalyi 15-ös Pro-é. Szóval, hogyha úgy igazán megnézzük a dolgot, akkor hát némi finomítással, meg némi csalással, de azért az idei 16-os az nagy részt a tavalyi 15 Pro. Nem a Pro Max, de a Pro. És mindezt a változtatást azért merték megtenni, mert a 16-os Pro és a Pro Max viszont főleg a Pro az drámaian változott a tavalyihoz képest, mert ugye tavaly még csak a Max kapta meg az 5-szörös optikai zoomot, most viszont az bizony belekerült a sima kisebbik modellbe is, ami nagyobb lett. Igen, mert mindkét Max modellnek 0,2 collal nőtt a mérete, a kicsi az 6,1-ről 6,3-ra, a nagy meg 6,7-ről 6,9-re. És ezt nagyrészt úgy érték el, hogy vékonyabb lett a keret a kijelző körül, micsoda alliteráció, de azért kicsit nagyobb lett a mobil is. Nagyobb lett az akkumulátor, közben kisebb a fogyasztás és nagyobb az aksi idő. Nem mondták meg, hogy mennyivel, csak azt mondták, hogy ez a legnagyobb aksi idejű iPhone valaha. És 15-20%-kal egy gyorsabb a processzor, kimondták, bevállalták, ez a leggyorsabb processzor egy mobilban valaha. A főkamera sokat nem változott, 48 megapixeles maradt, bár sokkal gyorsabb lett a képfeldolgozás, ami azt jelenti, hogy ha valami így gyorsan mozdul, azt is képes úgy elkapni, hogy
hogy nem mosódik el. Ezen még gondolkoztam, hogy itt egy pillanatra azt hiszem leállt az agyam. Viszont a nagylátószögű objektív, ami eddig 12 megapixeles volt, az 48 megapixeles lett, és ez egy érezhető nagy minőségi előrelépés lesz, hogyha ilyen nagylátószögű képeket készítünk. Az ötszörös optikai zoom meg ugyanaz maradt, mint volt, csak megjelent a Max mellett a sima próban is. És az új 16-os sorozatban is ott van a gomb, ami egy nyomásra előhozza a kamerát, és még egy nyomásra meg fotózgat. Aztán, hogyha elkezdjük így mozgatni rajta a zoomunkat, akkor tudunk váltani a zoomok között, ami praktikusan azt jelenti, hogy az objektívek között tudunk váltogatni, szóval ez egy hasznos funkció egy olyan eszköznél, ami egyre inkább a fotózásra áll rá. Ja, és megjelent a 4K 120fps-es videó, ami azt jelenti, hogy mostantól kezdve nem csak sima HD-ben, hanem 4K-ban is tudunk lassítós videókat készíteni. Nem tudom, hogy eddig miért nem lehetett, szóval szerintem leginkább azért, hogy majd ezt a telefont el lehessen adni valamivel, mert hogy a HD-t azt már nem tudom hány generáció óta tudja az iPhone, de azóta kb. 10-szer erősebbek lettek a processzorok, szóval hogyha akkor tudta a HD-t, nyilván már tavaly vagy tavaly előtt is lehetett volna engedélyezni a 4K-t, de valamiért mostanáig vártak vele, és most került bele a telefonba ez a funkció. Ja, és nagy mértékben javult állítólag a mikrofon is, ezt majd még ki kell tesztelni, de azt mondják, hogy már stúdió minőségű mikrofon került az iPhone-ba, ami egy nagyon-nagyon durva állítás, de ha ez igaz, akkor ezzel a két minőséggel együtt például vloggereknek egy tökéletes megoldás lehet az iPhone, de akár komolyabb videókat készítő próknak is egy tök jó kiegészítő eszköz lehet abban az esetben, hogyha vagy nincs velük a nagy kamera, vagy azt valamiért nem tudják elővenni, szóval hogy ez egy izgalmas és jó irány szerintem, amit érdemes lesz kitapasztalgatni. És hát az iPhone 16-os ára az 500 ezer forinttól indul, a Pro Max-é az 600 ezertől, viszont hogyha felpimpeljük 1 terabájtos háttértára, akkor akár 800 ezer forintot is tudunk fizetni a legújabb iPhone-ért. Viszont ez még mindig belefér a Hellónak a készülék biztosításába, mert annak 1 millió forintos a felső határa. Sponsor blokk. És ebben a biztosításban az a jó, hogy a kötési folyamat, meg a készülékszemle az teljesen online történik, a használt készüléket sem kell sehova elvinni és így fizikailag bemutogatni. A 14 napon belül vásárolt új készüléknél meg még egyszerűbb a kötési folyamat, mert akkor meg csak elég befotózni a számlát és azt feltölteni. Csomagtól függően törése, lopása, vízkára vagy rongálása is fedezetet nyújt, és 20%-os kedvezménye vehető igénybe, hogyha valaki éves biztosítást köt. És ez a biztosítás a Hello és a Simple együttműködésében jött létre, ami azt jelenti, hogy a Simple abban lehet megkötni. Videó alatt a link. És videó alatt ott van a kommentmező is, ott beszéljük meg, hogy kinek mi volt a legérdekesebb a mai napban. Nekem talán az Apple Watch 10-esnek ez az alvási apnoé funkciója, ami egy lépés a szerintem helyes irányba, mert hogy az Apple Watchnak ebbe az irányba kéne elmennie, és még sokkal-sokkal többet kéne tudnia. Én azt hittem, hogy 3-4 generáció alatt azért ez kiforja magát, de a 10. generációnál tartunk, és még mindig csak ilyen óvatos lépések vannak az igazi egészségügyi társaság felé, de ez most egy újabb fontos lépés. Szerintem az nagyon jó, hogy az AirPods Pro 2 megkapta utólag azt a funkciót, hogy érdemben tudja az emberek hallását javítani, szóval ilyen hallásjavító készülék lett, egy könnyen bárhol elérhető hallásjavító készülék, ami hát nem nagyon olcsó, de legalább nem kell receptre felírni, és olyanoknak is javíthat a hallásán hirtelen, akik már használták ezt az eszközt, és észre sem vették, hogy nem hallanak jól, csak azt vették észre, hogy egyre magányosabbak mindenféle társaságban. Az is elég jó, hogy az új iPhone 16-os az a tavalyi 15 Pro lett, és hát annál érezhetően olcsóbb. És úgy általában a 16-os modellcsaládban nagyon jó ez a fotógomb, meg elég jó, hogy a 16 Pro Max-ben jobb lett a hang. Meg a 48 megapixeles nagylátószögű kamera. Talán ezek a legérdekesebb újítások, azért ezek nem olyan forradalmiak, ezt szoktuk nevezni, S-nek nevezni, szóval, hogy normál körülmények között ez nem 16 Pro lenne, hanem 15 Pro S, de azért, ja, meg nagyobb lett a kijelző, hát ez a 0,2, szóval az, nem tudom, hogy kit, hát akit érdekel, az biztos, hogy örül neki. Na mindegy, videó alatt beszéljük meg, köszönöm a mai figyelmet, találkozunk a következő adásban, sziasztok!